1985 óta több mint 30 éve végeznek ultrahangvizsgálatokat az EGRI kórházban. Az eltelt időszak alatt közel 500 magzati fejlődési rendellenességet diagnosztizáltak. Az intézményben folyó szakmai munkát most egy új ultrahangkészülék segíti. Uniós forrásból közel 18 millió forintból egy korszerű ultrahangkészüléket és két ultrahangfejet vásárolt az intézmény. Az új készülék a rendelőintézetbe került egy 12 éves gép helyére, ezzel gyorsan, magas minőségben történhetnek a szűrővizsgálatok. Olyan szoftvereket is tartalmaz, amik a színes színkódolt ultrahangvizsgálatokat, az áramlás vizsgálatokat, magzati keringés vizsgálatokat teszik pontosabbá, és ugyanígy a daganat diagnosztikában is sokkal több információt nyújt, mint a régebbiek. Az osztályvezető főorvos hozzátette, a meglévő mobilkészülékhez vásárolt két új ultrahangfejnek köszönhetően a szülőszobán, illetve a műtőben is lehet ultrahangvizsgálatot végezni. Az új és a mobilkészülék mellett a szülészetnőgyógyászati osztályon található még egy korszerű készülék is, amellyel három, illetve négy dimenziós felvételek készíthetők. A most lecserélt gépet az ambulancián helyezték el. Az EGRI kórházban évente átlagosan 1500 gyermek születik, a rendelőintézet ultrahang laboratóriumának betegforgalma meghaladja az évi 12 000-et.